Következő előadásban Csodatöv Csodinka és Tóbi Tamás mesél nekünk a magyar IT-trendek figyeléséről. Sziasztok! Akkor nagyon-nagyon fogok hadarni, mert nekem csak 2,5 percem van, és Tamásnak is van 2,5 perc. Tehát a Mimox Indexet szeretném nektek bemutatni, ami egy technológiai trendfigyelő. A Mimox azért egy fejvadász cég és karriertanácsadó cég, úgyhogy gyakran van ilyen kérdés, hogy mégis milyen technológiára érdemes benevezni, meg mit érdemes tanulni, miből van hiány, és ez egyébként ez nem csak az álláskeresőknek fontos, hanem mondjuk a startup cégek, hogy mégis mire alapozzák a leendő cégüket, tehát hogyha fel szeretnének venni most 20 darab jávást holnap reggel, akkor ne lepődjenek meg a harmadiknál. Ez a táblázat, amit látok, tehát ez van kint a www.mimoxindex.com-on. Az állás portáloknak figyeljük a hirdetéseit, és akkor jöttem ehhez egy jó kis crawlert, amelyik összeszámolja összesen 1700 technológiát, hogy megtalálja, és igen, akkor mennyit belőle, és akkor ez egy ilyen trendfigyelő. Az ötlet az külföldi, 2008-ban volt az ötlet, és egészen most februárig tartott a megvalósítás, maga a kódolás az ebből 4 nap volt. Tehát a két külföldi példát szeretnék mutatni, és akkor majd érdemes lesz a hazai, tehát mi a hazai, tehát a magyar piacot figyeljük, és érdemes lesz majd akkor összevetni. Jobb oldalon találjátok az IT Jobs Watch CEO UK site-ot, a másik oldalon meg a TIO-be, az amerikai. Itt ott hoznak egy ilyen áprilisi headline-t, hogy a perl az már nem annyira merő például. Meg azt is lehet látni, hogy Amerikában a C-vezet, utána a Yahoo, Angliában pedig inkább a Microsoft-os technikák vannak náluk most a Yahoo. Ami a nehézséget jelentette, az a taxonómiának a megtalálása, meg kitalálása, meg definiálása, és az, hogy 4400 technológiát kellett átkozni, és olyan döntéseket hozni, hogy mit figyelünk és mit nem figyeljünk. Például, hogy a Windows nem figyeljük, de azt, hogy a Windows Server 2008-hoz figyeljük, meg eldönteni, hogy mi az, ami cégnév, mi az, ami termék, mi az, ami cégnévből származott termék, és mi az, ami technológia. És hogy mi az, ami egyben van éve, meg különül éve, de az ugyanaz. Itt láthatjátok fel az S betűből egy részletet, tehát mondjuk a Siemens-ről gyorsan eldöntöttem, hogy azt nem figyeljük külön, de az, hogy Signal Processing azt érdemes-e így álláskeresés szempontjából figyelendő technológia, ez van egy másik kérdés. Ugye az se egy programnyelv. Jó, és akkor még az ilyen még problémát okozott, hogy a technológiák, amik eredetileg cégnevek, és aztán technológiák, akkor megveszik őket, és akiket megvesznek, azokat is megveszik. De például ilyen Plumtree megvette, a Bell megvette az Oracle. Meg ezek a nagyobb mindent megveszik. Meg itt van egy másik példa, hogy van egy ilyen kis cél, aki Zimbrának hívnak, és akkor nekik van ilyen Zimbra Collaboration, Zimbra Community, Zimbra Desktop, és akkor ebből most mindéket figyelj, vagy külön-külön, meg egyáltalán érdemesebb. Jó. Sziasztok, Tóbi Tamás vagyok, a Realize-nál dolgozok. Sok mindennel foglalkozok a cégnél, de főképp ilyen arcfelismeréssel és
arc érzelem felismeréssel foglalkozom. Nem 4 évvel ezelőtt kaptam meg Csuditól a feladatot, és csináltam egész mostanáig, hanem az év elején kaptam. És igazából egy félkész projektet kaptam, ami működött és nem működött. Az egyik fele az használható volt, a másik fele nem volt használható. Úgyhogy végül is úgy döntöttem, hogy újraírom az egészet, ahogy az lenni szokott, mert nem pofozgattam tovább a nem működő részeket. A technológia úgy néz ki az egész, hogy megkaptam egy listát a Csuditól, amiben van egy nagyon sok kifejezés. Ezek fa szerűen helyezkednek el, tehát vannak főtermek és alatta vannak altermek. Ezeket, illetve kaptam tőle egy site listát, amire crawlereket írtak már, illetve nekem azt ki kellett egészíteni, hogy működőképes legyen. A naponta egyszer futnak természetesen, és végig szkennelik a szájtokat, a szájtokról lehúzzák az adatokat, ugye HTML-t elemeznek. Azért az állásportálok tesznek azért, hogy ne legyen ilyen egyszerű helyzet, ugyanis változtatgatják folyamatosan a tegeket, illetve azt is tapasztaltam, hogy például nagyon érzékenyek a user agentre. Tehát ha például egy PHP-s user agent-tel jövök, akkor nem ad vissza semmit a szájt. Tehát meg kellett változtatni valamire. A másik probléma volt az, hogy vannak egybetűs kifejezések, például C-nyelv, R-nyelv, és akkor ezeket hogyan csináljuk úgy, hogy értelmezhető a szövegben, ugye a descriptionben, illetve a title-ben értelmezhető szinten ismerjük fel, hogy nem például egy C-betű szóról van szó. Ezért egész sok regexet kellett írni hozzá, és kivételeket kellett beletenni, többfajta módon kellett elemezni az információhalmazt. Másik probléma volt az, hogy limiteket kellett meghatározni, ugyanis a szájtok előszeretettel csinálják azt, hogy többször is megjelenítik ugyanazt a hirdetést különböző linken. Tehát, hogyha valaki felmegy mondjuk a Profession Hub-ra és elkezd lapozni 1, 2, 3 és an extra megy, egy idő után ugyanazok jönnek elő, de mégis más linkkel. Viszont meg kellett határozni valami unikat, és ez volt a másik nehézség, hogy mi legyen a unik, és kiszűrjük a duplikációkat, hogy értelmezhetően tudjunk renket felállítani a szájtok között. Igen, a következő lépésekbe tervezünk azt, hogy csoportosítjuk, illetve grafikonokat is rajzolunk majd, ugyanis ugye naponta van lementve, ilyen napi felbontású grafikonokat tudunk megjeleníteni az egyes kifejezésekre majd, és természetesen open source lesz, most még nincs olyan állapotban, hogy megmerjem mutatni bárkinek is, de később majd keresés is lesz benne, és ha open source lesz, akkor természetesen várjuk a minden kedves fejlesztésből kapcsolódni vágyó önkéntes segítségét a projekthez. Köszönöm szépen, kérdések. Igen? Amikor megcsináltátok ezt a taxonómiát, felmerült valamilyen szemantikus technológiának, a logikai beírónának a használatrendszer, ahol vagy csak előttem elvélet, hármasok, bármi hasonló logikai következtető gépek alkalmazásán. Igen, én igazából gondolkodtam ilyenbe, de mivel így ilyen hobbi projektként végzem, így nagyon egyszerű a dolog, és nincs még annyi információ, amihez kelljen azt használni. Tehát arra is gondoltam, hogy majd esetleg későbbiekben használunk például Sparkot, vagy Hadoopot, vagy valamit a információk elemzéséhez, de most még nincs rá szükség, ugyanis van egy ilyen körülbelül 7000 hirdetés az adatbázisban, amivel még nagyon jól viselkedik, de természetesen erre is gondoltam. Jelenleg Pythonban van megírva, a backend és a frontend is, illetve a crawlerek, amiket örököltem, az PHP-ben van még. A taxonómia, az termekhatározás, az 2 év volt, és mind a 4400-et végignéztem. Manuális, hogy... De... Ja, van valakinek valami ötlete ezzel kapcsolatban, mert amikor 2 percenként jön ki a JavaScript framework, akkor ez mind hozzá lett már adva az eredetihez.
Igen, szóval igazából nagyon örülnék, hogyha önkéntesek segítenének átnézni a listát valahogy, vagy automatizmussal, vagy okossággal, vagy manuálisan, mert igazából ez, így, ez nagyon sok wikipédiázás volt, ez a, hogy mi a bánat ez, és keresnek egy ilyen embert. Ami például most azonnal látszik, mert tehát ez, már ez tényleg trendnek látszik. Nálunk a Java az kétszeresen vezet minden mással szemben. De Angliában nem. Fordítva van. Tehát mondjuk a C-sárkval szól. Az is olyan fura, hogy tehát, a felvadászok azt érzékelik, hogy most a piacon sokkal nagyobb a kereslet .NET C-sárkosok iránt, akik megbíznak felvadászokat, hogy keresenek nekik embert, viszont az állásirdetésekben meg a jávás a több. Most ezért majd el kell gondolkozni, hogy ez mit jelent. De egyébként nem erre lenne ez igazán jó, mert ez úgyis egy ilyen vallásháború kérdése, amire nem is szeretnék bemenni. Inkább a kisebb nyelvek, meg a trükkösebb technológiák, meg az ilyen kis finomabbak, az ami... tehát, hogy mit tudom én, hogy nő a Ruby iránti igény. Tehát, hogyha te startup céget akarsz alapítani, és azt mondod, hogy ó, hát imádom a Ruby-t, írjuk Ruby-ba, hallottam már ezt egy párszor, de ha megpróbálsz egy Ruby-s csapatot hozzá összerakni, akkor meggondolod 3-4-szer. Tehát, viszont, hogyha ha van valamiféle objektív támaszod, és nem ez lesz az objektív támaszod, ez csak a csírája, tehát van egy nagyon sok ötletünk arra, hogy lesz ez egy ilyen objektív dolog. Hogyan tudjuk megmérni a magyarországi informatika jelenlétét? Ez. Mi az üzleti modell? Milyen üzleti modellről beszélsz? Ez ingyen van. Szombat éjjel csináltam ezt, és az volt, hogy... Na, az üzlet az benne, hogy én nagyon szívesen vagyok szoftverfejlesztőknek a fejvadásza, de ügyfeles volt többet nem szeretnék lenni. Egyelőre ez... Nem, szóval... Oké, 2008-ban az ötlet, akkor engedélyt kértem az IT Jobs Watch CEO UK-től, hogy felhasználtam. Tehát elkértem, hogy fizetnék a programjukért, és akkor kiderült, hogy nincs program. Mert ők nem így csinálják, ők 20 darab állásportállal és fejvadásszal a szerződésben vannak, van egy adatbázisuk, ahol közt befüggelik úgy, ahogy ez nekik jó, onnantól meg csak egy bakkeret ki kell írni, szóval ez nem, nincs crawler. Akkor ez kiderült, de azt mondták, hogy mi Magyarország, vigyétek mindent bármi. És akkor 2010-ben bíztam meg az első embert, aki egy év múlva mondta azt, hogy most nem ér rá tovább, és így tovább. Honnan tudjátok, hogy egy álláshirdetés az hány pozíciót jelent? Egy álláshirdetés? Egy álláshirdetés az hány pozíciót jelent? Vagy mi felvennénk, hogy buci állás, akkor egy hirdetés, akkor egy állás alatt keresünk. De ez technológiai trendfigyelő. Tehát, hogyha ők 20 egyforma embert keresnek, akkor az... Az 20 szoros, tehát hogyha szállat keresünk, akkor nem adott csak az EPAM, ez keres 100 állásnak, akkor sok sikert az EPAM-nak, mindegy. Nem, úgy veszük, hogy egy álláshirdetés az egy ilyen adatbázis item, hogy mondjam ezt. Nem, az azt nem figyeljük, hogy hány embert. Hát a Tamás megírta a kiszűrést, ami egyértelmű duplikáció, tehát hogy ugyanaz a cég, szó szerint ugyanaz a hirdetés, ezt meg tudom. Január végén, mikor kezdtük? Tehát még most. Tehát éppen azt hiszem, hogy éppen bejött az első 90 nap, úgyhogy még nem tudnám megmondani. Szerintem jövő ilyenkor ránézzünk, akkor meg akarjuk csinálni a csártokat szépen, ahogy a Tióbén is van, meg az egy. Ha fölmentek az oldalra, ami MoxIndex.com-ra, akkor ott lehet rendezni, és lehet a renkeléges alapján is rendezni, szóval abból kiderül, hogy melyik emelkedett, csökkent az utóbbi időben a 30 napos, illetve 90 napos renken.
Bonyolultabb dolgokra is képes válaszolni, például. Mire gondolsz? Benne van Haskell, ezek a drágaságok, ezek benne vannak, teljesen. Ja, a csoportosítás az következő release, de az egyelőre úgy, hogy programnyelvek, frameworkök, ilyesmi, tehát hogy így lesz csoportosítva. Most hát ennél nem tudom, tehát szerintem az is benne van egy release, vagy egy wishlist. Tehát egyszerűen legyen a szájtunk valamilyen, megírjátok nekünk, hogy mit akartok még látni, és akkor egy ilyen. De ezt is nehéz eldönteni, hogy most, tehát egyetlen, vagy lehet, hogy nektek nem, de nekem így én egyedül most még ezt nehéz, hogy a háttérmenet, ezt most nyelvnek tekintsem, vagy nem, tehát, hogy, és ez egy nehéz dolgok. Szerintem nem megy át, hogy hívják, milyen teszt, hogy megyek, azt a Turing teszt. Tehát ez... Ahhoz nekem nem kell egy ilyen cucc. De szerintem semmilyen cégvezetőnek nem kell ez a cucc. 10 000 betöltetlen informatikai állás van Magyarországon. Pont. Ennyi. Szerintem ezt utána. Ha azt kérdezed, hogy mi a magunk a MIMOX adatbázisából, tehát ott nekünk programnyelvek, szerint minden van. Tehát nekem az egy gombolás megnézni, hogy hány darab jávásom van. De az... leért az időnk, úgyhogy... Még egy kérdés. Az elején érdekelne a dolognak. Mondtad, hogy az angol mint a kicsit más. Hogy egy ilyen, inkább ilyen kollaboráció, tehát ilyen együttműködés jellegű. És hogy az elején futottatok zártani? Megkerestétek a jobline, és azt mondták, hogy nem direkt az volt, hogy nem keressük meg a szanomásokat, vagy ezeket, akiknek a nagy részét személyesen is ismerem, akik fejlesztők. Csak üzenjük nekik, hogy mi hajnalban azok mi vagyunk, és ne dobjatok ki, légy. Semmi rosszat nem csinálunk, csak lementjük. ezt kérdezem, hogy ez valami volt. Igen, nagyon röviden. Az van, hogy a magyarországi állásportálok kínálata azért olyan, van egy elég nagy átfedés. Tehát újabbakat már nagyon nem érdemes szerintem fölvenni, az, hogy trendet figyeljünk, még a Monster be lesz rakva. Viszont ami érdekes lenne, és az már nagyon sok technológiai gondolkodás, és nekem őszintén szól, semmi ötletem, hogy ezt hogy lehetnek csinálni. A céges karrier oldalaknak a bevonása. Hiszen a startup cégekben ott sokkal érdekesebb technológiákkal találkozunk, vagy az ilyen innovatív kisebb cégeken. Őszintén szólva, mondom, ez egy csíra. Egy profession.hu-n nem a legmenőbb és legjobb cégek hirdetnek nagy totálban. Előfordul velük, de nem. Inkább a nagy cégek, meg a régi, meg a... nem tudom. Tehát, és sokkal érdekesebb lenne a céges karrier oldalaknak valahogy a behozása. Bocsánat, nem ment át a kérdés, még ezt hagyj kérdezem meg. Tehát, hogy megkerestétek mi ezeket a cégeket? Ahogy, hogy írtatok volna egy ilyen roller? Nem kerestük. És hogy ez nem lett volna, ha már az angol minta ez volt, akkor... Nagyon röviden. Szeretnék megőrizni a függetlenséget. Nagyon hosszan, én ismerem ezeknek a cégeknek a vezetőit. De akkor ez nem az ötletésünk volt, hanem az a tervezésünk. Igen.